Október 23-án Szentesen rendezték meg a 4. Nippon Zengo Fesztivált, ahol részt vettek a Tiszafüredi csoport tagjai is. Most egy beszámolót hallhatnak a fesztiválról, illetve a csoport legutóbbi edzéséről is láthatnak felvételeket. Országos Nippon Zengo Fesztivált rendeztek Szentesen 2014. október 23-án. Tiszafüreden 2014. szeptember 2-án indult útjára egy eddig még igen kevéssé ismert, ám bár egyre gyorsabban terjedő tömegsport, a Nippon Zengo. Ez egy zenés mozgásforma, karate aerobik, amely rendkívül jól megmozgat minden izmot és formálja a testet. Mindazoknak ajánlható, akik zsírt szeretnének égetni, de azoknak is, akik általános kondíciójukat szeretnék karbantartani, erőnlétüket fejleszteni. A közel másfél hónap alatt a tiszafüredi csoport létszáma folyamatosan gyarapodott, és a kitartás nem lankad. Az aktivitás eredményeképpen a közel 50 fős tagságból 30-an vettek részt az országos fesztiválon, ahol 20 tagunk sikeres vizsgát teljesített az első szinten, ezáltal jogosultá váltak a fehér póló viselésére. A Kyokushin karate alapjaira épülő aerobik elemekkel átsző tréning csak elsőre tűnik nehéz kihívásnak, azok, akik rendszeresen eljárnak edzeni, már akár másfél hónap után elegendő tudásanyagot és erőnlétet szereznek, hogy a közel másfél órás vizsgatréningen és erőnléti edzésen kiválóan teljesítsenek. A fesztiválon több mint 600 résztvevőből a tiszafüredi az 5. legtöbb létszámmal résztvevő csapatként állt helyt a vizsgán. A legfiatalabb vizsgázó is a tiszafüredi csoportból került ki, a 6 éves Fodor Fedora. Külön dicséretre méltó, hogy többen nem csak a vizsgatréningen vettek részt, hanem a nap folyamán 2-3 vagy akár 4 másik szintén kihívást jelentő más mozgásformát is kipróbáltak, mint például a rezgőbotos alapformáló tréninget, zumbát, kickbox, kardiofight edzést. A csoport vezetője Vasszegedi Julianna kitartó, példamutató és sikeres munkájáért elismerésben részesült. Jelenleg már heti 3 alkalommal tréningezhetnek a sportolni vágyók, minden kedden és csütörtökön a Kossuth Lajos gimnázium tornatermében este 7 és 8 óra között, illetve minden vasárnap a Kossuth Lajos általános iskola tornatermében délután 3:30 és 5:30 között. Az első edzés mindenki számára ingyenes. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak.